Életvidáman ugrálnak és duetteznek a fehérkezű gibbonok a nyíregyházi állatparkban. Náluk semmi jele a koronavírusnak. A borneói oráng után egy helyben üldögél, rágcsál, majd lomhán elindul. Ez a természetes életvitele, ő sem koronavírusos. A kaliforniai egyetem által végzett kutatás szerint azonban mindketten a veszélyeztetett állatok közé tartoznak a vírus szempontjából. Ha jól emlékszem, Amerikában találták a bronxi állatkertben egy tigrisnél, de nem vagyok benne biztos, illetve állatfarmokon is találtak pozitívat Hollandiában. A tünetek hasonlóak, mint az embereknél, felső légúti megbetegedés, láz, levertség, esetleg hasmenés. Ez azonban más kórképnél is megjelenhet. Koronavírus mintavételhez a vadállatokat minden esetben altatni kell, ezért a tünetek megjelenésekor a gondozóknak mérlegelni kell, hogy megéri-e kockáztatni egy ilyen beavatkozást. Hogy ezt amennyire csak lehet kiküszöböljék, a megelőzésre és a védekezésre helyezik a hangsúlyt. Az állatok nagyon jó helyzetben vannak, mert maga, ami koronavírusnál kötelező, ugye a távolságtartás az náluk nagyon jól megvan. Ugye a családon belül természetesen nem, de fajok közt a távolságok megvannak, tehát a fajok nem érintkeznek egymással, illetve jó nagy helye van mindenkinek belső, illetve külső kifutókban, tehát hogyha nem szeretnének egymás mellett lenni, akkor bőven van helyük külön elhelyezkedni. Illetve ugye figyelünk arra, hogy a gondozók az érintett fajoknál mindenképpen akár etetés, takarítás, illetve az állatok megközelítésénél is minden esetben viseljenek maszkot, illetve kesztyűt, hogy nehogy az legyen, hogy bármi átragad, illetve a takarmány előkészítéseknél is ezekre figyelünk oda. Az állatok etetése jelenleg tilos az állatparkban, és a Majom erdő is zárva van, hiszen itt normál körülmények között testközelből találkozhatnak a látogatók az állatokkal. A kutatók jelenleg nem tudják pontosan, hogyan viselkedik az állatok immunrendszere, ha koronavírussal találkozik. Az is aggodalomra adhat okot, hogy a jelenlegi ismeretek szerint COVID-19-re fogékony állatok 40%-a szerepel a kihalással veszélyeztetett fajok listáján.